Idén folytatódnak Nyíregyházán az útfejlesztések. Mint ismert, tavaly átadták a négysávosra bővített Szegfű utcát. 2017-ben pedig egy 950 millió forintos közlekedésfejlesztési csomag tartalmazza, többek között a Semmelweis, a Szalag, a Lujza és a Bottyán János utca korszerűsítését. Befejeződtek a nyíregyházi Szegfű utca négysávosításának munkálatai. A 330 millió forint értékű beruházás során kibővítették a korábban egysávos, nagyforgalmú útszakaszt, elvégezték a csatlakozó utcák újraaszfaltozását. Ezek a képek még tavaly készültek az új út átadásakor, ahol azóta is nagy a forgalom. A belváros új útszakaszán a négysávosítás eredményeképpen az addigi szűk útkeresztmetszeteket bővítették. A beruházásnak az autósok örülnek, hiszen így gyorsabban eljutnak úti céljukhoz. Az út északi oldalán gyalogos és kerékpárút is létesült. A déli oldalon a résfolyók elhelyezésével megoldódott a csapadék elvezetés is. A járdákat felújították. A Szegfű utca, Géza utca és az István utca kereszteződésében hangos jelzőlámpás csomópontokat alakítottak ki. Az útfejlesztés egy nagyobb, mint egy 950 millió forintos közlekedésfejlesztési program része. A 100%-ban vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott projekt első, Szegfű utcára jutó része 330 millió forint volt. A fejlesztés folytatásaként 2017 nyaráig elkészül többek között a Törzs, a Semmelweis, a Szalag és a Lujza utcák rekonstrukciója is. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a vendégünk ma este. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Folytassuk akkor a közlekedésfejlesztéssel. Milyen koncepció mentén jelölték ki a közlekedésfejlesztés azon pontjait, amelyek részt vesznek ebben a programban? Már két évvel ezelőtt összeállítottuk a város integrált fejlesztési programját, ahol prioritást kapott a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, hiszen ezen a téren a város komoly évtizedes elmaradásban volt. Ennek az egyik része, amit láttunk, a Szegfű utca, ez az úgynevezett TOP-on belül, teretfejlesztési operatív programon belüli egyik projektünk, van több is. Ezt, ahogy elhangzott, folytatjuk, és ez év szeptemberéig a többi szakaszt is szeretnénk befejezni. A másik ilyen csomag volt a debreceni Kígyó utcai csomópont, annak pedig része lesz a Borbányáit is bekapcsoló, gyakorlatilag a Nyíregyháza tábláig a Kállói úton kiépítendő kerékpárút megépítése. Ezt nem biztos, hogy az idén be tudjuk fejezni, hiszen még most kezdjük a tervezést, közbeszerzést, nagyon sok bizonytalanság van az időt illetően, abban viszont semmi bizonytalanság nincs, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Olyannyira nincs, hogy a topos projektjeinkre most az év végéig mintegy 8 milliárd forint beérkezett, ott van a számlán, tehát már a pénzügyi fedezet is rendben van. Ezen kívül van a gazdaságfejlesztési csomag, ez javarészt a Kertvárosra koncentrál, hiszen a pályázati kiírás célja az, hogy a munkába járást a nagy cégek közlekedési feltételeit segítse. Valamint mi azonosítottunk 19 olyan közlekedési csomópontot, amit szükséges fejleszteni. Ebből azért már hála Istennek több elkészült. Ilyen volt a Szegfű utca, ilyen a debreceni Kígyót, ilyen volt korábban a Viszorajnál a körforgalom, és orosi körforgalom is. És ezt szeretnénk folytatni. Én azt remélem, hogy a 19-ből több mint 10-et a következő 3 éven belül meg is tudunk építeni. Tartalmazza ez a program azt, hogy a Sóstói úton, illetve a Korányi Frigyes utcán a reggeli dugók egy kicsit mérséklődjenek? Ez nem biztos, hogy direkt hatással lesz. Ami erre a legnagyobb hatással lenne, az először is a nyugati elkerülők befejezése. Erre megszületett tavaly októberben a kormányrendelet, amely azt tartalmazza, hogy 18 és 2018-2020 között Nyírszőlőség, illetve Sóstóig megépüljen az elkerülő, és vannak ilyen csomópontok is, amiket szeretnénk javítani, de én azt gondolom a legnagyobb hatással egy körgyűrű megléte lenne a város mindennapi közlekedésére. Első részben pedig legalább, hogy a nyugati elkerülő Tokaji útig megépüljön, mert akkor a teherforgalmat ki tudjuk vinni a nagykörútról. Ha már itt kiléptünk Nyíregyháza határain, egy kérdés, és tényleg csak röviden kérném, hogy válaszoljon. Van-e arra terv, hogy Debrecen és Nyíregyháza között végre egy kétszer-kétsávos gyorsforgalmi út megépüljön? Ebben van-e
közös törekvés. Igen, ez egy másik területe a városfejlesztésnek. A debreceni városvezetéssel, polgármester úrral hónapok óta dolgozunk egy a két város közös fejlesztését tartalmazó együttműködési megállapodáson. Azt remélem, hogy február végéig elkészül ez is. Ennek szintén fontos része a közlekedés. Egyrészt a négyesnek négysávossá építése, másrészt felmerült egy elővárosi vasúti közlekedés megteremtése is, hiszen naponta két város között és mindkét irányba 4-5 ezer ember közlekedik. És ez már egy kicsit gazdaságfejlesztés is. A jelenlegi projektek közül melyik szolgálja a nyíregyházi gazdaságfejlesztést? Indirekt módon mindegyik szolgálja, hiszen a tömegközlekedés, a munkába járás, ugye az megjelenik a város több pontján, de kifejezetten ez a kertvárosra épül. Ez a rész még tervezés alatt van, ez több mint 2 milliárdos megnyert pályázatunk. Ez a Bottyán utat érinti, illetve a Tiszavasvári úton 2 közlekedési csomópontot is. Az egyik az már el is indult, hiszen a Mező Imre utcánál láthatjuk, hogy a Tiszavasvári Mező Imre úti sarkon lebontásra került a ház. Egyrészt ott szeretnék egy csomópont fejlesztést még szeptemberig végrehajtani. A másik az a túloldalon, a felüljáró túloldalán, ami kapcsolódik a Derkovics utca felújításához is, a megépítendő atlétikai sportcentrum igényeihez is, illetve a nyugati elkerülő felé és onnan irányuló forgalom levezetéséhez is. Mindez egyfajta ipari park segítségét szolgálná? Igen, ez az ipari park egy másik projektünk, amire szintén most novemberben, itt az utolsó negyedében gyorsultak fel ezek a döntések. Megszületett egy kormányrendelet, ami 2,8 milliárd forintot biztosít a Nyíregyházi Ipari Park első ütemének a kialakításához. Mindösszesen egy 350 hektáros ipari park létrehozását tervezzük, ennek az első szakasza valósulhat meg ebből az összegből. És hát nagyon összefüggenek a dolgok, és nagyon komplexek, így is terveztük meg, hogy egymást erősítő, segítő hatások érvényesüljenek. Ha már gazdaságfejlesztésnél tartunk, akkor muszáj, hogy beszéljünk a munkaerőpiaci helyzetről is, hogyan áll Nyíregyháza a munkanélküliség, illetve munkaerő hiány tekintetében. Egyre jobban állunk, hiszen még 2010-ben még egy közel 10%-os munkanélküliség volt, a legutóbbi számára alig több mint 5%, lehet, hogy már 5% alatt van, de még jobb hír, hogy a következő 3 évben legalább 3000 új munkahely létesül Nyíregyházán. Ebből ugye a két nagy még az év elején bejelentésre került, az egyik a LEGO, amely nagy beruházás 1600 új munkahely létrehozását célozza, minimum. A másik pedig a Contitech-nek a nagy beruházás, ami több mint 600 munkahely létrehozásáról szól, de természetesen több nagy cég tervez beruházást, az előkészítés folyamatban van, és én azt remélem, hogy ez ebben az évben újabb olyan bejelentések lesznek, ami mögött már a kormányzattal és a várossal kötött szerződés is megvan. Ezek nagyon szép számok. A kérdés az, hogy lesz-e elegendő szakképzett munkaerő? Igen, most már ez lesz a kérdés, hiszen jelenleg is a nagy cégeknek a dolgozói körülbelül fele részben csak nyíregyháziak, fele részben bejárnak. Ez persze más szempontból feladat a városfejlesztésnél, a közlekedési infrastruktúra, a tömegközlekedés, vagy akár a lakhatás szempontjából is. És hát a képzés az nagyon fontos, ezt minden évben hangsúlyozzuk, mindent megteszünk ezért. Most a legutóbbi közgyűlésünk egy közlekedési tanács létrehozását határozta el, annak érdekében, hogy az önkormányzat, a városvezetés tudja segíteni a szakképzést. Természetesen ebbe alapvetően fontos a nagy munkáltatók bekapcsolása, de egyébként a nyíregyházi kis- és középvállalkozásokké is, hiszen ott is megjelennek ezek a hatások. Mennyire marad vonzó Nyíregyháza a fiatalság számára, akik elmennek tanulni Nyíregyházáról? Milyen százalékban jönnek vissza? Én azt
azt gondolom egyre vonzóbb lesz, viszont ezen a téren nem állunk jól. Ez egy hosszú távú stratégiai feladat a mindenkori városvezetésnek, hiszen a legtehetségesebb diákjaink elmennek tanulni, és kis számban, pontos számban nem tudok mondani, de érezhetően kis számban jönnek haza, és különösen azok, akik jó egyetemeken jó eredménnyel végeznek, őket máshol a nagy, általában multi cégek ott tartják. Vagy külföldre kerülnek. Vagy külföldre. Tehát az lenne a legjobb, hogy visszajönnének. Ugyanakkor egy más irányú folyamat pedig érzékelhető, az a megyén belüli, tehát a megyén belüli beköltözések, illetve a város vonzereje érvényesül, de hát ez tulajdonképpen világjelenség, az urbanizáció velejárója. Ezen a téren jól állunk, a másik területen nem annyira, ezt szeretnénk javítani. Szolgálja ezt a célt például a Digitális Nyíregyháza program? Mindenképp, én azt remélem, azért is örültem, hogy megnyertük ezt a mintaprojektet, közel 2 milliárdos forrás érkezett ide, és elérjük ezzel, hogy tavaszra a város szélesebb, vagy gyors internet lefedettsége 96% fölött lesz, az európai szinten is nagyon magas szám. De hát ide próbáltuk, és teszünk mindent, hogy bekapcsoljuk a fiatalokat. Ez a folyamat elindult, és remélem, hogy egyre eredményesebb lesz, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a város iránt az innen elköltözöttek, vagy máshol tanulók is folyamatosan érdeklődnek, tehát nem szakadt meg a kapcsolat, és hát azt reméljük ettől, hogy ez erősíti majd, hiszen a város jövője a tét, a mostani diákok, fiatalok itt kell, hogy legyenek, itt kellene, hogy letelepedjenek, itt alapítsanak családot, az önkormányzatnak ezért mindent meg kell tennie. Polgármester úr, köszönjük, hogy befáradt ma este hozzánk. Köszönöm a meghívást.